Üdvözlök mindenkit, Necrocrim vagyok, és jöjjön, hogy hogyan farmoljunk a Void 2.0-ban, avagy mik azok a relikek, avagy hogyan szerezzük be a Prime cuccokat. Hölgyeim és uraim, el kell áruljam, ugye a Tower kulcsok átalakultak, hogy mivé alakultak át, egy néhány új fogalmat meg kell tanulnunk, bocsánat, nem ide akartam menni, néhány új fogalmat meg kell, hogy tanuljunk, és az pedig a relikeknek a fogalma, ezek a régi tower kulcsok. Ennek arányában alakították át a T1, T2, T3, T4-es kulcsokat különböző fajta relikekké. Na most ezeket a relikeket farmolni ugyanúgy lehet bármelyik missionön, Survivor Excursion, Interception, akármi, bárhol ezeket farmolni lehet dobálja, ugyanúgy, mint régen a Tower kulcsokat. Na most ugye az arzenálotok mellett itt van ez a cucc. Ezt is, meg kell szerezni, kezdőknek nagyon jó, mert automatikusan az útjukba akad, mégpedig úgy, hogy eljöttök a földre, azoknak, akik ugye nem kezdők, nem ma kezdték, eljöttök a földre, és hogyha itt van a földön, a Marsh Junctionnél, megcsináljátok ezeket a feladatokat, amik ide ki vannak írva, ha egyszer ezeket megcsináljátok, itt van, hogy reward, és a rewardként megkapjátok a Void Relic szegmentet. Eljöttök ide, és berakjátok ezt a szegmenst az űrhajótokba, majd nyomtok egy X-et, és már is kiderül, hogy milyen relic fajták vannak, a Lit, a Mezo, a Neo és az Axi. Ha rákattintasz egy relikre, láthatod, hogy az az adott relik miket fog dobálni neked. Szóval fókuszáltan tudsz keresni arra, hogy neked mire van szükséged. Persze kicsit macera lesz azért mindent megtanulni. Na most, bemutatok nektek egy új nyersanyagot, ez a neve, hogy a Void Traces. Ezeket a Void Traces-eket kellene megszerezni, mindjárt rátérek, hogy. Mit ad ez a Void Traces? Ha összegyűjted ezeket a Void Traces-eket, akkor ezeket a relikekkel együtt felhasználva többet egybe gyúrsz, jelen esetben 25-öt, 50-et vagy 100-at, összegyúrva nagyobb eséllyel farmolhatod ki azt a Prime alkatrészt, amire neked szükséged lehet. Tegyük fel, ha 100-at belerakok, ahogy viszem az egeret, itt láthatjátok, hogy villognak a dolgok, hogyha jól megnézitek, tehát 100-nál nagy eséllyel kapok Burster Prime Barrel-t, vagy Funk Prime Handle-t, vagy Woven Prime Blueprint-et, egyre nagyobb eséllyel kapok, ugye? Természetesen. Na. És ezeket egybegyúrva, 100 traces-t egybegyúrva relikekkel létre lehet hozni egy ilyen nagyobb, egy esélynövelőt arra, hogy jobban dobja a cuccokat. Ez nem jelenti azt, hogy konkrétan meg is kapod azt a cuccot, amire vágysz, de esélye nagyobb lesz. Természetesen a tradingen ez nagyban át fogja alakítani a dolgokat, az árakat és a többi, majd kiderül, hogy ez hogy fog alakulni, de minden esetre ez tetszik ez a rendszer, egész jól ki van találva, de farmolni kell kőkeményen. Most jött a kérdés, Necro, hogyan szerzünk be ilyen részeket? Na most úgy szerzünk be, kedves gamerek, hogy idejövünk, és létezik egy új alert fajta, és ugye itt találjuk fönt a kis jelecskénél, arra, ha rákattintasz, akkor láthatjátok, hogy itt vannak ezek a missionök. A nehézségi szintet jelezvén, ki mit akar farmolni című történet, rámész, tegyük fel például, erre rámegyek, és kiválasztja, hogy az itt már csak az axi relikeket lehet felhasználni című történet, és rákattintva a relikre megnézed, hogy te mit akarsz kiválasztani. Ugyebár. Vagy, mit tudom én, meggondoltad magad, rájössz, hogy survivorozni akarsz a Voidban, és akarna a Voidban survivorozni, de néha így csúszik ez az egész cucc. Na, oké. És akkor itt kiválasztod a relikre, és rámész, hogy Equip for Mission, az akkor fog egy ilyen reliket, és berakja neked az Equip for Mission, tehát nálad lesz a küldetés során. A küldetés során
Megcsinálod a feladatot, attól függ, hogy mi az, vagy éppen csinálod a feladatot, bla bla bla. Ha capture elkapod a tagot, ha survivor, akkor túlélsz, és a Lotus-t kell egy kicsit figyelni, mert meg fog szólalni, hogy az adott pályán, ha nálad van az a relik, a Lotus felszólal, hogy itt most megtalálható egy úgynevezett ilyen teleport kapuféleség. És ha nálad van a relik, csak akkor szólal meg a Lotus. Elmész, és elkezded csinálni a küldetést, és megkeresed ezt a teleport kapuféleséget egy aranysárgán villogó kapuféleség, azt kell, hogy mondjam. És hogyha ez megvan, ez az aranysárgán villogó kapuféleség, oda mész hozzá, nyomsz egy X-et, magyarul belerakod a reliket a kapuba, megnyílik a kapu, és neked a feladatod az, hogy bezárt. Ám de, itt van a trükk. A mobok fognak kijönni a kapun keresztül, mégpedig az Orokin Void-nak a mobjai. Tehát a Void-os mobok fognak kijönni a kapun keresztül, és le akarnak téged zúzni, és ahogy ölöd őket, úgy dobálják el ezeket a trészeket, megfogsz egy, vagy folyamatosan dobálják ezeket a trészeket, nem túl gyakran, nem tudom, hogy Necrosszal esetleg jobban működik ez a dolog, vagy Hydroid-a, vagy bármi, hogy jobban farmolni, de ha bezársz egy kaput, garantáltan kapsz trészt. Az a lényeg. Kaput be kell zárni. Nem javaslom, hogy siessétek el, még én sem tudom pontosan, hogy mennyi ideig kell bírni, hogy viszonylag nagy mennyiségű trészeket szerezzetek, de maradjatok ott és próbáljátok ki, és egy idő után bezárjátok a kaput, és akkor kaptok egy nem meghatározott tárgyat, unidentified item, és az lesz az a void, az a prime cucc, amit akartok farmolni jó esetben. És ha kimentek, de csak, hogyha kimentek a játékból, csak és csak abban az esetben tudjátok, hogy mit kaptatok. Addig nem derül ki számatokra. Tehát dupla a feladat, ott mész és farmolgatod a trészeket, ott maradsz, farmolgatod a trészeket, de nem biztos, lehet, hogy csak egyet dob, nekem valahonnan 8 lett, tehát ezt meg is mutatom, pedig csak egy kaput zártam be, tehát itt látjátok a trészt, nekem 8 darab van, pedig csak egy kaput zártam, mert ez azt jelenti, hogy konstant dobálják a mobok. Nem túl gyakran, de nem túl sűrűn sem, úgyhogy dobálják a mobok, dobálják. És idő után bezárod a kaput, megnézed, hogy ennyit farmoltál, és ha neked 100 kell, és meg akarod növelni azt, hogy mondjuk a Fragor Prime Handle jobban dobjon, akkor neked 100 trace kell, és akkor tök jó vagy. Ennyi lenne a dolognak a lényeges, srácok, ezt kell csinálni, erre kell vigyázni, így kell farmolni most már az új dologban. Meg fogjátok ismerni ezt a teleport kapu, ami ott lesz a pályákon. Még egyszer mutatom, ide jössz, kiválasztod, hogy milyen szintű küldetésre akarsz menni, és hogy ott ugye miket farmolnál. Rákattintasz a relikre, equip for mission, és elkezded megcsinálni azt a küldetést, megkeresed ezt a teleport kaput, miután a Lotus figyelmeztetett rá, és odamész, nyomsz egy X-et, magyarul behelyezi a reliket ebbe a teleport kapuba, az megnyitja, kijönnek a mobok belőle, és lesz nagy zúzás, közben farmolod ezt a trészt, és bezárod a kaput, majd utána kimész a kijáratnál, és kapsz egy prime cuccot. Ez a dolog a fantasztikuma. Az a lényeg. De ugye, aki nem akar beállozni ilyen trészeket, mert a sok idő, az attól még halálnyugodtan kikaphatja például itt a Skindu Prime Blade-et, hiába kevésre az esély, csak nagyon-nagyon-nagyon szerencséje kell, hogy legyen. Ennyi lenne a dolog lényege. Köszönöm a figyelmet, srácok. Következő videóig. Sziasztok! A következő videóban a maskák farmolásáról fogunk beszélni. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!